Don't make me think about numbers again. A brave and accurate decision. Yes! Akárhogy is szeretném, ezt sehogy sem tudom sajnos megmagyarázni. Nem szabad engedni. Fogalmam sincs, hogy mit látok a felvételen. Abszolút hiteles. Ez egy nagyon amatőr trükk, hát ott lóg a horgászsinór a porszívónak a végén. Én talán még ilyet sosem láttam egy videóban, egy tyúkóra rögzített Damir. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ezt a széket, ezt nem egy szellem mozgatta. Egy hiteles felvételről van szó, vagy az egész egy nagy kamu. Ezt a videót egy Reddit poszttal indítjuk, ami egészen pontosan úgy szól, hogy úgy hallottam, hogy valaki a nevemet csúgta. Mike-nak hívnak, és azonnal futni kezdtem. Először azt hittem, hogy az egyik gyerekem lesétált a lépcsőn, de amikor megláttam, hogy nincs ott senki, azonnal szaladni kezdtem. Egyébként egy régi házról van szó, ami még az 1850-es években épült. Bevallom nektek, hogy én nagyon szeretem az ilyen egyszerű, de mégis életszerű videókat. Az apuka a gyerekjátékokat pakolja, rendszerezi, mert valóságos káosz van a nappaliban. Majd egyszer csak valaki a nevén szólítja őt, suttogva azt mondja, hogy Mike. És mivel meglátja azt, hogy nincs a közelében senki, ösztönből, mint akit kergetnek, azonnal felrohan a lépcsőn. Nem tudom, hogy kivel fordult már elő hasonló eset, hogy úgy hallottátok, hogy valaki, mintha kiabálná a neveteket a másik szobából, de amikor kimentetek és megkérdeztétek, hogy igen, tessék, akkor azt mondta, hogy hát én nem szóltam. Pedig élénken ott van a fejetekben az, hogy hát ne nézd már hülyének, hát tisztán itt van a fejemben az, hogy valaki a nevemet mondta, csak te lehettél, hisz csak te vagy itthon. Ez velem is már párszor előfordult, és erre az a tudományos magyarázat, hogy az agyunk emlékezetből visszajátsza ezt a hangot, és hát ezt hívjuk közismertebb nevén hallucinációnak. És nem azt mondom, hogy ez esetben is ez történt, mert itt ugye van egy felvételünk is a kérdéses hangról, én csak arra szerettem volna terelni a figyelmet, hogy biztos, hogy Mike reakciója az így rendben van? Ti hogy reagálnátok ugyanebben a helyzetben? Éjfél körül járunk, tudjátok azt, hogy a feleségetek és a gyereketek odafent már alszanak, és egyszer csak meghallod a saját nevedet csuttogva. Az lesz az első reakciót, hogy azonnal felrohansz a lépcsőn, vagy megnézed azt, hogy ki kelt fel, és hogy a feleséged vagy a gyerekeid szóltak-e neked odafentről, vagy akár odalentről. Ki az, aki a saját nevének a hallatán azonnal elkezd rohanni? Az lenne az életszerűbb, hogy visszakérdezel arra, hogy igen, tessék, vagy bármit mondasz, de ez a reakció, nem vagyok benne biztos, hogy ez így természetes. Bár hogyha tegyük fel, egy megrendezett felvételről van szó, akkor erre valószínűleg a készítők is gondoltak volna, és nem így ilyen formában játszották volna le ezt a jelenetet. Amikor egy olyan videóról van szó, amikor tényleg fogalmam sincs arról, hogy mi lehet a megoldás, akkor az az egyik módszerem, hogy nagyon sokszor újra és újra megnézem az adott felvételt, hát ha előbb-utóbb feltűnik majd valami apróság, amiből tudok következtetni a megoldásra. És ez most sem történt másképp, és nem túlzom, szerintem vagy 100-szor újra és újra megnéztem ezt a felvételt, hogy hát ha van valami apróság, ami magyarázatot ad erre a Mike hangra, erre a Mike suttogás hangra, és hát van itt valami. A fehér kutya fejét sajnos pont kitakarja a lépcső faszerkezete, viszont a suttogás pillanatában, kb. 40 másodperccel később, a kutya bezárja a nagyra nyitott száját. Ez azt jelenti, hogy a kutya ásított. Nem azt mondom, hogy ásítás közben a kutya adta ki ezt a hangot, viszont hogyha a megoldást keresünk, akkor ennek is abszolút benne kell lennie a pakliban. A megoldás érdekében én egy picit tovább mentem, és hogyha összehasonlítjuk a kutya ásításának a ritmusát, mert ugye magának az ásítás folyamatnak, az ásításnak is van egy ritmusa, és hogyha összehasonlítjuk ezt a ritmust és a Mike suttogást,
és nem biztos, hogy ezt sokan érteni fogjátok, ezért elnézést kérek, de ilyen apró részletekben rejlik szerintem a megoldás. A fehér színű kutyát kell csak figyelnetek. Nála ez esetben csak azt látjuk, hogy mikor zárja be a száját. És ez a közös pont. És ehhez igazítottam a baloldali fekete kutyát és annak ásításának a ritmusát. Egy kis hangsávot is beszúrok nektek ide alulra. Az eredménye az nagyon, de nagyon egyszerűen a következő. A fekete kutya ásítását alapul véve nem valószínű, hogy a fehér kutya adta ki ezt a mic hangot, a suttogást. Mert hiányzik 0,4 másodperc. Ez persze lehet, hogy csak még jobban bizonyítja azt, hogy a fehér kutyus a bűnös, hisz azért milyen véletlen kell ahhoz, hogy a kérdéses hang csak 0,4 másodperccel hamarabb szólal meg, mint ahogy a fehér kutya ásít. És lehet, hogy erre most simán mondhatnám azt, hogy igen, megvan a megoldás, mert azért egy kutya igenis képes emberi hangokat kiadni és akár beszélni is. Több videó is van, ahol például ez a kutyus a saját nevét, a Luna nevet mondja ki, vagy például itt ebben a videóban a szeretlek angol megfelelőjét, az I love you-t mondja ki. I love you. Szóval, hogyha racionális magyarázatokat keresünk, akkor talán a kutya hang is egy ilyen megoldás lehet. Mike hozzászólásait olvasgatva az jött le nekem, hogy tényleg olyan, mintha ő is keresné a megoldást, elfogadja a racionális magyarázatokat, elfogadja a negatív kommenteket, sőt, ő maga is keresi a racionális magyarázatokat, az jött le nekem, nem szajkózza azt folyamatosan, hogy igen, már pedig egy szellem van a házban, ha hiszed, ha nem. Szóval csak is emiatt mondom azt, hogy talán egy hiteles felvételről van szó, de sajnos ennél tovább én sem jutottam. Beszéljünk erről a videóról odalent a kommentekben, hát ha ti észrevettetek valami olyan apróságot ebben a pár másodpercben, ami nekem nem tűnt fel. A most következő felvételről nem sikerült semmilyen bővebbet kiderítenem. Annyit tudunk csak annyit tudunk, hogy a felvétel valahol Romániában készült 24. júliusában, és ez mindaz, amit tudunk. Hát elég kevés, de talán ez is elég. Mutatom. Amikor először láttam ezt a felvételt, akkor kellett nekem is pár másodperc, amíg feldolgoztam, hogy mit is látok pontosan. Valaki, akinek valljuk be, hogy nagyon emberi mozgása van, közeledik a biztonsági kamera felé, nagyon bizonytalan és nagyon lassú a járása, míg a jobb kezével még meg is támasztja magát az autón, majd csak úgy tovább megy. Valaki azt is írta, hogy az ott mellette egy sötét színű kiskutya, viszont, hogyha megnézzük így oda-vissza is lejátszva ezt a felvételt, akkor látszik a sötét résznek a mozgásából is, a ritmusából, hogy nem egy kis kutyáról, hanem szerintem egy seprűről van szó. Többször is megnéztem, és a seprűnek a mozgása az párhuzamban van a néninek a mozgásával, szóval nem egy pórázon sétáló kutyáról van szó. Ami furcsa, és ami sokak szerint is rémisztővé teszi ezt a felvételt, hogy olyan, mintha ennek az alaknak nagyon furcsa lenne az arca. A testtartása sem normális, ahogy az sem, hogy olyan, mintha mezítláb lenne, sőt, mintha még nadrág sem lenne rajta, valamint a tenyere és a karja mérete sem normális, mondhatjuk, hogy nem normális. Ehhez a tenyérhez képest, ehhez a hatalmas tenyérhez képest nagyon keskeny ez az alkar, a felkar pedig nagyon vastag. Már amennyire ezt ki lehet szűrni, már amennyire ezt lehet látni ezen a nagyon rossz minőségű felvételen. Én összességében úgy gondolom, hogy ha bár igen, elsőre nagyon parának tűnik ez a videó, és olyan, mintha nem egy evilági lény lenne ezen a felvételen,
viszont szerintem csak egy idős néniről van szó, akinek egy kicsit púpos a gerince. Nem kicsit púpos a gerince. Nyáron nadrág nélkül, mezítláb egy sepűvel a kezében mászkál a hajnali órákban. Talán még egy hátizsák is van rajta, amire felvet valami lenge öltözetet, ruhát, de simán lehet az is, hogy csak ennyire púpos a hátgerince. És hát mivel a kamera is torzít rendesen, ezt sem szabad elfelejteni, hogy a kamera torzítja az arányokat, torzítja a méreteket, ezért egy öreg néni egy csapkával a fején, az sajnos ilyen rémisztően néz ki. A valóságban valószínűleg ez fel sem tűnne nekünk, de mivel egy ilyen rossz minőségű felvételünk van erről az esetről, ezért ez ilyen rémisztően hat. És hadd hozzak erre egy másik hasonló példát, ezen a 2018 októberében készült felvételen itt sem valamilyen eddig még számunkra ismeretlen lényről van szó, hanem szépen mondva egy egyedi stílusban sétáló, valószínűleg egy betegemberről van szó, aki a hajnali órákban nagyon siet valahová. A most következő felvételt a TikTokra töltötte fel az alábbi felhasználó. Azt írta a videóhoz magyarul, hogy újra megtapasztaltam, amit talán sosem kellett volna. Megpróbálom ezt a dolgot figyelmen kívül hagyni, de ez nagyon nem egyszerű. Hashtag félelem és hashtag terror. Acabo de terminar de hacer el baño y pues estaba todo normal, pero ahorita están ruidos raros y se está tocando la puerta, pero quiero que vean que pues no hay nada, vean, ahí está mi reflejo, pero vean de este lado, pues aquí no hay nada, vean, acá tampoco, vean, aquí tampoco hay nada. Equipos también. Y acá el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo. Pero a ver, uy. Escucharon. Escucharon. A srác bemegy a WC-re, egyszer csak furcsa dörömbölő hangokat hall, valószínűleg valamelyik fülkéből hallja ezt a hangot, körbenéz, de nincs ott senki. Viszont az egyik pillanatban, az ajtó nyílásában, ebben a szűk részben egy horrorisztikus arc és szem bukkan fel. Hát szerintem mondanom sem kell, hogy egy kamu, egy szerkesztett felvételről van szó. Ez a pár másodperc, ez szerintem mindent elárul. Olyan, mintha egy videójáték karakter lenne kivágva, és az lenne a fülkében, és ez a horrorisztikus szem, hát ez sem sikerült a legjobban. És ez a fej ezen a ponton olyan, mintha csak úgy köddé válna, csak úgy eltűnt a semmiben, átlátszóvá változott. Hát persze nem ez történt, csupán az alanyunk, aki ezt a videót szerkesztette, nem akart már bajlódni a további szerkesztéssel és maszkolással, ezért ezt megoldotta egy egyszerű áttűnéssel. Egyszerű, de hatásos trükk akkor, hogyha el akarunk tüntetni valamit csak úgy a semmiben, kivéve akkor, hogyha ilyen aprólékosan is képkockánként elemzünk, mert akkor ez azonnal látszik. És kérdezhetnétek, hogy miért ne lehetne ez a felvétel is hiteles, miért ne tűnhetne el egy szellem csak így miért ne halványulhatna el csak egy szellem úgy, mint a kámfor? Lehet. Viszont a naivságnak is van egy határa. Persze az, hogy ti ezt elhiszitek-e vagy sem, az továbbra is persze rátok van bízva, viszont szerintem ezeknek a felvételeknek
a tapasztalataim szerint sosincs semmilyen valóság alapja. Még akkor sem, hogyha én is nagyon szeretném, hogy legyen. Csak is azért készülnek el ezek a videók, hogy felkeltsék az emberek figyelmét, a néző megkapja azt a kis para élményt, amire vágyik, a TikTok egy kicsit felkapja ezt a felvételt, legyen belőle egy kis nézettség, ami ez esetben per pillanat 2 millió megtekintést hozott, ami valljuk be, hogy nem kevés. Nagyon sok hasonló felvételt mutattam már nektek ebben a sorozatban, és ez is egy ilyen a sok közül. Biztos, hogy sokan láttatok már olyan jeleneteket egy-egy filmben, például itt ez esetben a kórházban egy széles látószögű tükörben megjelenik a kaszás. A tükörben látszik, de amikor a srác oda néz, akkor hát sehol senki. Egy ugyanilyen, egy nagyon hasonló helyzetet kapott Lencse végre az alábbi hölgy, aki nővérként dolgozik a kórházban, és ami hitelessé teszi a hamarosan lejátszott felvételt, az az, hogy ez az egyetlen olyan videó ezen a TikTok csatornán, aminek a tartalma az nem épp humoros, nem vicces, vagy nem valami élethelyzet paródiájáról szól. Ez az egyetlen para videó ezen a csatornán, és ennek fényében nézzétek majd most meg ezt a felvételt, utána pedig elemzünk. Okay, there's nobody here, right? Nobody here. What is that? Because it is not me. This is me leaving. Closing the door. What the fuck is that? And here comes the door back opening. And nobody's there. But yet. Közel 40 másodperces videóról van szó, ahol a tükörben olyan, mintha állna valaki, egy fekete ruhás valaki, egy fekete paca emberi alakkal, viszont nincs a közelben senki. Vagyis ez a fekete alak csak a tükörben látszik, a valóságban már nem. Először én nem tudtam hová tenni ezt a felvételt, tényleg azt gondoltam, hogy na itt valami olyanról lehet szó, amit én tényleg nem tudok megmagyarázni sem magamnak, sem nektek. Tényleg olyan, mintha egy fekete alak állna ott, a lábrésze az vékonyabb, a fejrésze is vékonyabb, a középső rész viszont vastagabb. Tényleg olyan, mintha egy emberi alak állna ott. Viszont mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy itt semmilyen szerkesztésről, hanem csak egy optikai csalódásról van szó. Van egy pillanat itt, amikor a videó készítője illusztrálás céljából bezárja ezt a fehér szalonajtót. És ekkor hirtelen az embernek látszó fekete árnyék az eltűnik. Az ajtó rátakar erre a sötét árnyékra, és hát azonnal eltűnik mindaz, amiről ebben a videóban eddig beszéltünk. Persze ehhez egy kicsit rá is kellett nagyítani erre a felvételre, hogy ez látszódjon, és tényleg csak néhány másodpercről van szó, amikor ez pont látszik. Egy átlagos nézőnek nincs ideje letölteni és elemezni a felvételt, ezért is kapott ez a videó szerintem a szokásosnál nagyobb figyelmet, pedig csak egy egyszerű árnyékról van szó, amiben az a különleges, hogy párhuzamba állítható egy filmes motívummal, és van benne egy árnyék, ami kivételesen egy emberi alakra, vagy egyesek szerint magára a kaszásra hasonlít. Az alábbi videót már több mint 2 millióan látták, furcsa dolgok történnek tetoválás közben. Miközben a feleségem gondosan tetoválta az egyik ügyfelét, ekkor egyszer csak váratlan és hátborzongató esemény történt a stúdióban.
A feleségem habozás nélkül isteni beavatkozásért kezdett kiáltani, Jézus nevét kiabálta, és megparancsolta minden rossz indulatú szellemnek vagy démonnak, hogy azonnal hagyja el a helyiséget. Ezt a videót nézzük meg, és utána pedig beszélünk róla. In the name of Jesus, leave us the fuck alone. Valljuk be, hogy önmagában ez a helyzet, ez nagyon hiteles. Otthon a nappaliában egy hölgy fogadja az olyan vendégeket, akik tetováltatni szeretnének, megbeszélik, hogy mit, hogyan, hová, majd egyszer csak egy kis görgős asztal úgy fél métert odébb gurul. A tetováló hölgy elmagyarázza az ügyfelének, hogy mi volt az ijegységének a tárgya, és hogy ez az asztal csak úgy odébb gurult, és ekkor már mindketten egy kicsit megijednek. A tetováló hölgy még Jézust is megkéri, hogy ha bármilyen démon van itt, akkor most azonnal húzzon el, és ekkor jön a csúcspont, amikor az egyik szék csak egy picit megmozdul. A reakciójuk is teljesen hiteles, mindketten bepánikolnak és kiszaladnak a szobából. Viszont attól, mert a helyzet az önmagában hiteles, és a reakciók is hitelesek, attól még a felvétel nem biztos, hogy igaz. A gurulós kocsi esetében nagyon könnyű a helyzet, egy damilt kell rákötni az egyik lábához, és a másik szobából azt valaki húzza. A széknél pedig, és ezt még egyik videóban sem láttam, viszont abszolút egy jó ötlet, ugye ez a szék az ajtó felé mozdul, egy bezárt ajtó felé mozdul, ahol nincs senki. És ebből kifolyólag azt gondolhatnánk, hogy biztos, hogy nem is húzta azt senki, mert nem állott senki. Viszont az ajtó hiába van látszólag zárt állapotban, szerintem nincs teljesen bezárva. Az ajtókeret és maga az ajtó között van egy nagyon kis nyílás, egy kis rés, ahol ugye simán elfér egy átlátszó damil, de nem is muszáj átlátszó damilnak lennie, akár egy fekete cérna is megteszi, hisz ebből a távolságból ilyen pocsék minőségben úgy sem látszik majd semmi. Valaki megrántja a cérnát, a szék megmozdul, és azonnal megtörténik a dráma. Ha nem tudjuk eldönteni, hogy egy felvétel hitelese vagy kamu, bár ez esetben ez a probléma szerintem most nem áll fent, viszont hogyha mégis, akkor szerintem érdemes mindig teljes képet nézni. Érdemes megnézni a feltöltő profilját, a feltöltő csatornáját, hogy milyen videók vannak még a csatornáján, és hogyha például a feltöltő YouTube csatornája, vagy ez esetben a Facebook profilja hemzseg a szellemes videóktól, egy démon rám támadt, éjszakai horror, Démon a szobámban címeket olvasunk, akkor nagy általánosságban nem sok jóra lehet számítani hitelesség szempontjából. Például az egyik ilyen videóban egy fekete hajú, fehér hálóinges szamara jelenik meg, és ez nagyon gagyi hatást kelt úgy összességében, és hát ez a csatorna, ez hemzseg az ilyen videóktól, ami ez esetben számunkra azt jelenti, hogy egy kamu felvételről van szó. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a gondolataimat, írjátok meg odánt a kommentekben, hogy mit gondoltok egyes felvételekről, és találkozunk legközelebb egy másik videóban. Addig is további szép napot és estét kívánok mindenkinek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!